Könyves Kálmán gimnázium dökösei a háborús hírek hallatán felvették a kapcsolatot a kárpátaljai beregszászi magyar gimnáziummal, akik elmondták, hogy bár élelmiszerek jelenleg rendelkezésre állnak, a diákok lelki állapotának el kellene a segítség. A csapat összefogott és személyes levelek írásába kezdett. Ölelni szavakkal, csókot adni át a falon, keresni téged, sötét szobába vakon, ráesni az ágyra, mint ki először várja, hogy betemesse az álma, mert ott még szabadon beszél a száj, és a térre hív a tömeg zúg, te meg épp ölesz ott, miközben elázunk. Így maradtál, meg a vállamra borulva, de már be vagyunk zárva, mint egy háborúban. Most, hogy egyedül maradtam, sokáig beszéltem magamban, így végül elmaradt tavasszal, megtanultam ölelni szavakkal.